Néhány milliméteres eső is elég volt ahhoz, hogy a mezei katánk kék virágai borítsák a Duna-Tisza közi kaszálókat. A katánkórónak is nevezett a Kárpát-medencében őshonos növény szinte minden parlagterületen és az útmenti árkokban is megtalálható. Régebben szárát és gyökerét, valamint tőleveleinek főzetét gyógyászati célra használták, többek között gyomor és légúti betegségek ellen. Gyökerének őrleményéből készült az egykor általánosan ismert cikória pótkávé, amely az igazival szemben nem tartalmazott koffeint, de különleges íze miatt sokan kedvelték. A mezei katánk nem áll védelem alatt, újabban ismét gyűjtik teakészítéshez. Vitamin tartalma is magas, mérgező anyagokat nem tartalmaz.